Köszöntöm Önöket, és köszöntöm a stúdióban Márton Zoltánt, az Esélyek Háza igazgatóját. Köszönöm a meghívást, én is üdvözlöm a Fejével televízió nézőit. Hamarosan itt van 2011, itt van az év vége, itt a karácsony, és itt van gondolom, hogy a számvetés ideje is, mert ilyenkor azért az ember úgy egy picit megáll, és elgondolkodik azon, hogy milyen is volt ez az év. Hát az Esélyek Háza igazgatójaként milyen volt ez az év? Valóban az év vége mindenkinek a magán és a szakmájátében is egy leltározási szakasz. Mi is több okból is elvégeztük ezt, és én is magamban, hiszen szakmai és pénzügyi beszámolókat is kell készítenünk. Tehát egyrészt, ez a szárazabb része, gondolom. Ez a szárazabb része, emiatt ugye fényképeken és számlákon is megjelenik előttünk az egész év. Másrészt pedig a munkatervet is már az ember ilyenkor próbálja összeállítani, és nyilván az előző évre építve próbálja ezt megtenni. Így azt mondhatom, hogy értékelve a 2010 évet, egy nagyon mozgalmas, de a szakmai munkát tekintve egy eredményes esztendőt zár az Esélyek Háza, aminek egyrészt minden kollégának, és köszönet tudok mondani minden partnerenknek és a média képviselőinek is, hiszen ők is nagyon sokat segítettek ebben a munkában. Az esélyegyenlőség területén nagyon sok minden történt ebben az évben. Szociális területen is nagyon sok minden történt. Mi az, amit ön úgy szíve szerint kiemelne? Valóban a 2010-es esztendő a társadalmi-politikai eseményeket tekintve inkább a szociális, a megélhetési, a lakhatási, ugye létbiztonsággal kapcsolatos események szempontjában volt központi jelentőségű, de nyilván az esélyegyenlőségi munkánkat is érintette. Mi három területen próbálunk beavatkozni. A legfontosabb számunkra a diszkrimináció tilalmáért való küzdelem, tehát a diszkriminációmentes hétköznapi társadalmi élet. A másik ennél kevésbé fontosabb, de nagyon fontos célunk a egyenlő bánásmód megvalósítása a közszolgáltatásokban, illetve a munka világában, illetve az élet bármely területén. És ugye a legkevésbé, de még számunkra kiemelt feladat, az pedig az előnyben részesítés, amit úgy hív a hétköznapi élet, hogy pozitív diszkrimináció, annak az elősegítése. És hát azt is láthatjuk, hogy ez a rész már inkább a szociális területre való átfedés jelenti, és ugye válság is volt, tehát az előnyben részesítés az nem megy már források nélkül, ahhoz mindig valamilyen módon komoly pénz kell, és ezen a területen sajnos nem csak a háztartások szűkölködtek, hanem a szociális egységi szakma is forrás szűkében volt. Ezért értelemszerűen mi a diszkrimináció tilalma és az egyenlő bánásmód előmozítása érdekében tudtunk komoly munkát kifejteni. És ebből két dolgot emelnék ki mindenképpen, egyrészt ugye a kistérségi munkát, ami ebben az évben központi feladatunk volt, és mi a Fejér megye 10 kistérségében kb. 20, illetve pontosan 20 alkalommal jutottunk le, tehát nagyjából minden kistérségben kétszer is személyesen tudtunk elvenni olyan szolgáltatásokat, ami a diszkrimináció tilalma és az egyenlő bánásmód megvalósításáért próbált helyi szinten segíteni. Ez az egyik legnagyobb eredmény, és az, hogy ez nagyon nagy összefogással valósult meg, tehát itt az egyenlő bánásmód hatóság szakembere, a fogyatékkal élőket képviselő civilek, és a gyermekek, illetve az idősebb korosztályok, generációs hátrányért dolgozó szakemberek raktak össze egy olyan kistérségi szolgáltási csomagot, ami azt gondolom, hogy egyedülálló, és nagyon jó a tapasztalatok. 2010 nekünk ebben a műfajban volt áttörés. Mennyire volt akadálymentes ez az év? A szó szoros értelmében, és a szó átvitt értelmében is. Az akadálymentesítés szintén ebben a egyenlő bánásmód, az egyenlő esélyi hozzáféréshez tartozik. Ebben az évben is az összes olyan közintézményt, amely vagy felújítás miatt került átadásra, vagy első alkalommal nyitotta meg kapuit, ezeket mindig a megyében véleményeztük, és a műszaki átadás előtt, vagy azt rögtön közvetve mi ezt
tapasztalt szakértőkkel elvégeztük, és azt mondhatom, hogy most már a 8 év alatt, amióta ezért mi küzdünk, eljutottunk arra a szintre, hogy a megyében, városban dolgozó szakemberek annyira elsajátították az akadálymentesítésnek a paramétereit, hogy alig kell már korrekciókat javasolnunk közintézmény átadásánál, annyira sikerült ezt tudatosítani a ebben közreműködő közszolgákban, úgyhogy ez is egyfajta eredmény ebben az évben. Aztán pedig a hagyományos esélyhónap programsorozat, ami sokadik alkalommal az egész megyében valósult meg, 12 ezer embert ért el, ami azt tudom mondani, hogy persze a 427 ezerhez képest ugye kevés, de egy ilyen programsorozat ebben a műfajban ez egy komoly sikernek számít. Hogy tapasztalják, változik a köztudat, vagy úgy az emberek fejében egy kicsit akár a diszkriminációval kapcsolatos problémák, akár az esélyegyenlőséggel, akár az akadálymentesítéssel, akár a megváltozott munkaképességű emberekkel kapcsolatban, vagy akik fogyatékkal élnek. Változik valami? A hozzáállás kezd egy kicsit a társadalom jobban odafigyelni rájuk? Sajnos erre egyértelmű megerősítést nem tudunk most adni az elmúlt év tapasztalatai alapján. Két optimista momentumot lehet megemlíteni. Egyrészt a fiatal korosztályok mentalitásában érzékelhető változás, a gyerekek és a fiatalkorúak fogékonyabbak a befogadó társadalom iránt. Róluk elmondhatjuk, hogy a hátrányos megkülönböztetést hajlandóak azonosulni ebben és tenni is érte. Azonban az aktív korosztályon belül sajnos az figyelhető meg csak, hogy annak van nyitott füle, nyitott szeme a befogadó társadalom és a esélyesség felé, akinek az életvezetése megengedi ezt. Tehát aki úgymond a saját problémáin egyébként is felül tud emelkedni, mert teljesítményével, munkájával vagy a körülményei miatt ezt megteheti, és őket meg tudjuk nyerni ennek az ügynek. Azonban az elmúlt esztendő abban a szempontból is azért a tendencia, hogy amit a kollégáim a városban úgy emlegetnek, hogy az új szegénység kialakulása a városban, egy új társadalmi réteg kerül kapcsolatba a szűkösséggel és az életvezetési nehézségekkel, aki korábban még nem. Így azt mondhatom, hogy szélesedett annak a tömegnek, annak a társadalmi csoportnak a száma és nagysága, akik a saját élethelyzetük miatt értelemszerűen kicsit individualistábbak, és kevésbé fogékonyak a közösségi célok miatt, például a fogyatékkal élők integrációja, az akadálymentesítés, vagy az idős emberek hátrányainak kompenzálása miatt, mert az ő szükségletük kielégítetlensége értelemszerűen megelőz minden mást. Ez a probléma egyébként, ami miatt ez a pessimista választ kell adnom, hogy a társadalmi folyamatok kedvezőtlenül hatottak a mi munkánkba, mind az egzisztenciális biztonság csökkenése miatt, mind pedig a etnikai kisebbségek elleni némileg indulatosabb közhangulat miatt. És hogyha jól tudom, ez az év a szegénység elleni küzdelem éve is volt, most már, hogy így a vége felé járunk. Nem véletlen. Küzdünk ellene? Tudunk tenni valamit? Nem véletlen, az Európai Unió 27 tagállama ezt helyezte emblémaként 2010 elé, hogy a szegénység és kirekesztés elleni társadalmi küzdelem éve legyen. Én azt gondolom, hogy sok akció volt ennek a jegyében, de amit ki tudnék emelni 2010-ben, az a diagnózis, amit a város a szociális térképpel és a bárki lehet érintett székesfehérvári kutatássorozattal felállított. Tehát magyarul sikeres, abban léptünk előre, hogy egészen pontosan meg tudjuk rajzolni Székesfehérvár diagnózisát szegénység szempontjából, és azokat a terápiás kezelési javaslatokat is meg tudjuk mondani, hogy mire lenne szükség a következő évtizedben, és nagyon nagy munka áll előttünk. Úgyhogy 2011-ben
amellett, hogy boldog karácsonyt és vidám szilvesztert kívánok a székesfehérváriaknak, azt kell, hogy mondjam, hogy a szegénység elleni munka az nem zárult le 2010-ben, hanem nagyon keményen kell folytatni, és komoly társadalmi összefogást kell ebben az ügyben civilek, önkormányzat és piaci szektor között generálnunk. Hát ez egy nagyon komoly munka lesz, de ez most a pihenés időszaka, ez most a lelki feltöltődés időszaka, ez a várakozás időszaka, a remény időszaka. Hogyan ünnepel otthon? Ki tud kapcsolni? Nem mondanám. Dolgozik otthon is? Igen. Azért karácsonykor csak nem. Hát biztos, hogy lesz egy kis szünet. Három gyermekem van, úgyhogy feleségemmel azon leszünk, hogy gyermekeinknek hát biztonságot és derűs békés ünnepeket varázsoljunk. De én személy szerint ezen nehezen tudok fölemelkedni. Tehát nekem ezek a gondolatok vagy az érzések végig kísérik ezt az időszakot is. És hát az ünnep spontán módon arra is felhasználom, hogy ezen fog járni az agyam egy kicsit. Nem tehetek róla, ez egy ilyen szakmai ártalom. Ez segít abban, hogy a következő évnek ugyanilyen elánnal ugorjon neki? Segít, mert azért mégiscsak nagyon sok ötlet is származik ezekből a gondolatokból, és például jövőre az önkéntes tevékenység európai éve lesz, és én azt szeretném, hogy Székesfehér abban is tudjon egy kicsit változtatni, hogy azért itt is van rengeteg háztartás és ember, aki felül tud emelkedni a mindennapok gondjain, tehetségével, teljesítményével. Szeretném, ha minél több ilyen embert tudnánk önkéntesen arra megnyerni, hogy besegítsen ebbe a problémába, mert ezt egy intézmény, vagy egy önkormányzat, vagy egy civil szervezet önmagában nem tudja megoldani. Ehhez kell, azt gondolom, hogy a társadalom minden tagja. Mit gondol, mekkora esély van egy ilyenfajta társadalmi összefogásra, hiszen ez az önkéntesség alapja tulajdonképpen az, hogy felismerjük, hogy mi is segíthetünk, és teszünk is azért, hogy kicsit változtassunk a dolgokon, ingyen és bérmentve természetesen. Látva például a kolontári eset a drámájában megvalósuló összefogást, és azt a fajta emberi szolidaritást, ami itt megnyilvánult, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó példa az összefogásban. Már csak azt kell megpróbálni elintézni, hogy ne kelljen ilyen tragédia hozzá, hogy ezt az emberekből kinyerjük, ezt a fajta gondoskodást. Én abban hiszek, hogy ez mindkét félnek egy pozitív összegű játszma lehet. Az is nyer rajta, akin segítenek, és az is elégedett lehet önmagával, aki ilyen segítséget ad másoknak. És én azt gondolom, hogy a következő évben, ez az önkéntes tevékenység Európa éve, mindenféle tragédia nélkül lehet egy olyan hívószó, amire például ezt a kolontári pozitív mintákat, példákat tudjuk továbbvinni Fehérváron majd. Hát én sok sikert kívánok a következő évre is, és természetesen boldog karácsonyt és boldog új évet. Egy sikerekben gazdag, boldog új évet. Nagyon szépen köszönöm, viszont kívánom, ahogy a Fehérvári TV televízió nézőjének is ugyanezt. Köszönjük szépen, hogy befáradt hozzánk a stúdióba. Önöknek köszönjük szépen a figyelmet, viszontlátásra!